Sej Judit művésznővel beszélgetünk egy kávézóban. Ez talán a háttérzajból majd kicsit hallatszani fog. Nagyon érdekes évnek néz elébe a művésznő. Nyilvánvalóan vannak feladatok, de az életében más hangsúly is van, a gyereknevelés és a család. Hogy lehet ezt összeegyeztetni a művészettel, az esti programokkal? Úgyhogy még nagyon keveset vállalok, illetve kevés előadás számom van. Havonta szerintem egy 5-6 estév lesz foglalt. Napközben meg még nem vállaltam munkákat, illetve nagyon-nagyon keveset fogok, úgyhogy nőjön még ez a pici baba, és akkor majd utána, majd talán tavasszal lesz egy következő bemutatóm. Én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb példa az, amikor például egy színművész babát vállal, sőt nem is egyet, hiszen ő már a harmadik gyermeket, ha jól tudom. Hogy össze lehet egyeztetni a munkát a családdal, az anyasággal. Nagyon sokszor kérdés, ez nem csak a művészet körében, hanem általában több helyről hallatszik az, hogy a nők a sikerért, az egzisztenciáért, az előrejutásért köszönik szépen nem szólnak. Judit, mi a vélemény erről? Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy abban az adott pillanatban jó ötletnek tűnik, hogy nem szülnek, mert van idő a karrierre, de később, amikor már nem képesek a szülésre, és a karrier is egy kicsit leáldozóban lesz, akkor biztos, hogy meg fog jelenni a hiánya a gyermeknek, meg amikor már öreg napjára nincsen folytatása az életének, hanem magára marad így egy nő. Aki vállalhatna a gyereket és nem teszi, az szerintem utána megbánja. De van, akinek egyáltalán nem való gyerek, tehát olyan típusú nő is van, aki tényleg nem tud mit kezdeni, és akkor nyilván később sem fogja megbánni, de csak karrier miatt szerintem az nem egy jó gondolat. Judit párja is színművész, a családnál maradva meg egy picit gondolatilag két művész ember egy nagy családdal. Hogy lehet ezt összeegyeztetni időben? Tulajdonképpen amikor a Nemzeti Színházban együtt játszottunk, akkor a Jordán Tamásnak volt az a jó ötlete, hogy akkor egy darabba tesz be minket, hogy akkor egy autóval tudjunk érkezni és egyen hazamenni, de kértük, hogy ha lehet, akkor ezt inkább ne erőltessük, mert a gyerek felügyelet szempontjából viszont jobb, hogyha tudjuk egymást váltani otthon. És ez azóta is így van. Természetesen volt olyan filmen és együtt játszottunk, akkor nagyszülők, de egyébként meg váltogatjuk egymást otthon. Van, amikor neki van több munkája, van, amikor nekem. Most például Borika születése után 4 hónapos volt, és elvállaltam egy előadást, egy színdarabot a Thália Színházban, az Esküvőtől váló Perik című előadást, és akkor ő volt otthon délelőttönként a picivel. Amikor este kellett próbálnom, akkor meg nagyon rendes volt a rendező Béres Attila, mert megengedte, hogy a esti szoptatás és fektetés után menjek csak próbálni, úgyhogy nagyon babarát próbaidőszak volt. Két fiú után egy kislány született, mennyiben más, ez hogy változtatta meg az életet? Hát megváltoztatni csak annyiban, hogy egy kicsit rózsaszínesedtünk otthon, amire tulajdonképpen nem az, hogy vágytam, de azért jól esik, hogy most ilyen kis rózsaszín ruhákat kell előszedegetni. Játékokban még nem igazán, mert a Boldizsár játékaival játszik egyenlőre, azokat pakolgatja, de gondolom majd előkerül a babakonyha, meg a babák, hogy majd ez is egy kicsit változik. Habitusra egyelőre ugyanazt produkálja, mint a fiú, mostanul mászni, próbál most már fölállni. Bár éppen én ma reggel mondtam anyámnak, hogy itt van az ideális unoka, mert ő mindig arra vágyott, hogy leülteti az unokát, és akkor az úgy ott marad. Most reggelenként leültetjük Borikát, és tényleg ott marad a kosarával, és pakolgatja őket, úgyhogy lehet, hogy ez a kislánynak a jellemzője, nem tudom. László a nagy fiú, 18 éves, Boldizsár a kicsi, 5 lesz most. A fiúk mit szóltak a hugihoz? Hát nagyon várták, nagyon vágytak rá, nagyon örülnek neki. Ugye Lackó már nagy, ő neki tulajdonképpen mindegy volt, hogy fiú vagy lány. Boldizsár először azt mondta, hogy csak fiú lehet, és aztán utána beletörődött a lányba is, de azt hiszem, hogy most már örül neki, hogy lány, mert lehet ő egy kicsit pátyolgatni, megvédelmezni a kicsit, és nem fogja mindenképpen a repülőgép anyahajóját elvenni tőle, nem hiszem, hogy össze fognak veszni rajta. Szóba kerültek a filmek, hogy párjával együtt is forgatott, de hát számtalan filmben láthattuk Juditot. 1997 tudomásom szerint az első film az Anconai szerelmesek, és 2010-ben a Zimmer Feri. A kettő között a Konyac, a Pánik, a Sorstalanság, az Állítsátok meg Teréza anyót.
számtalan film, amiben Judit szerepelt, és nagyon sokféle arcát mutatta meg. Majdnem minden évben készült egy film, ahogy néztem. Igen, sok készült. Az Ankorai szerelmesek az egy színházi előadás volt, és nyilván a tévéfelvétel jegyezhette meg az internet. Tulajdonképpen az első filmem az Egérút volt a Sára Julival, és utána még azon a nyáron Jancsó Miklóssal dolgoztam együtt. Utána sorban következtek, igen, majdnem minden évben sikerült forgatni, ezt Mátlinak is tekinthetjük. Most az utóbbi időben egy kicsit megcsapant, ahogy a filmkészítés is. Forgattunk még egyet, most nyáron, majd decemberben lesz a bemutatója, Szajki Péter rendezte a Nőm, nejem, csajom című film. Nem játszunk együtt az Olival, a párommal, hanem ő is benne van a filmben, ez négy szálon futó. Én az egyik szálban vagyok a Rudolf Péterrel, ő pedig a másikat képviseli. De ezt is pont így tudtuk megoldani, hogy amikor én forgattam, akkor ő nem, amikor ő forgatott, akkor én nem. Általában ezek a filmek azért könnyedebb hangvételűek, és most ugyanez egy magánkiszólás, de nagyon jól állnak ezek a filmek, amiket én láttam belőle. Színpadon én egyszer láttam a harmadik Richard Annájaként, az egy teljesen más típusú szerep. Nyilván nincs ilyen, hogy jobb meg rosszabb szerep, meg kedvesebb, nem kedvesebb, de a színészek nem szeretik a skatulyákat. Judit, hogy van ezzel? A skatulyát én sem gondolom. Színházban leginkább drámákban játszom, tehát ott sokkal kevesebb a vígjáték. Filmeken lehet, hogy egy kicsit betonskatuljáztak, hogy ilyen vígjátéki főhősnő vagyok, de nem, mert színházban meg éppen ez volt már a leginkább fárasztó, hogy minden este valami szomorúságban kellett részt venni, vagy meghalni, vagy a férjemet visszaszerezni, vagy a gyereket visszaszerezni, szóval csak a dráma volt minden este, úgyhogy az elég fárasztó. Jól esik néha a vígjáték a színpadon is. Van rá példa, mert az Urimuri ugyan vidámnak tűnő elsőre, de hát aki ismeri a darabot, azért messze nem annyira felhőtlen. A három nővér mássája, a harmadik Richard Lady Annája valóban inkább fajsúlyosabb kategória. Van olyan, hogy színházban valami könnyed vígjátékban játszik? Igen, most a Táliában ez az Esküvőtől váró, pedig ez egy abszolút könnyed, tulajdonképpen a Födónak egy bohózata, vagy öt írásából lett összefésülve. Egy előadásá írt a Hanvai Kornél, vagy fordította, és írta át, úgyhogy ez egy könnyű este. Nem azt mondom, hogy játszani könnyű, hanem lélegnek könnyebb. És hát itt színpadon együtt van a nagy partnerrel, Csányi Sándor az... Igen, én egy filmben játszottam vele, a Csak szex és már semmiben, és utána gyakorlatilag 6 évig nem dolgoztunk együtt egyáltalán. Nagyon picit játszottunk együtt a Radnótiban, de igazán ez nem is együtt játék, hanem egy előadásban voltunk. Igazából most játszunk először együtt, de azt hiszem, hogy meg tudtuk tartani így a 6 év alatt azt a közös nyelvet, amit ott a film alatt sikerült megszereznünk, vagy megtalálnunk a másikban, azt most folytattuk a színpadon.